150 éves a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ. A jubileum alkalmából többnapos programmal készültek a helyiek. Az ünnepség szentmisével kezdődött a Szent György katolikus templomban. A Kulai Népkör másfél évszázada alakult meg azzal a céllal, hogy összefogja a helyi magyarságot. A nehézségek ellenére ezt a törekvést a mai napig sikerült megtartani, mondta Valka Károly, a központ alelnöke. Abban az időben mi a kiegyezés után a Kulai Magyarok Szakácsi plébánosnak a vezetésével arra az elhatározásra jöttek, hogy összehozzák, összekovácsolják a kulai magyarságot, és így megalapították a kultúregyesület, a Kulai Népkört. Azután természetesen ottan az mellett, hogy kultúrával foglalkoztak, sajtót behozták az egyesületbe, szórakoztak, de szakmai tanácskozások is voltak, ami fontos volt, mint a magyarság szemszögéből. A népkör ahhoz képest, hogy mi itt Kulán nem nagy számban vagyunk, én úgy gondolom, hogy igyekszünk minden magyar gyereket a népkörbe valami módon behozni, és erre is büszkék is vagyunk a kulai magyar diákoknak 70-80, valamikor 90%-a is itt van, és foglalkoznak úgy a néptánccal, az énekeléssel, színjátszással, de kézművesítéssel is. Tehát mindennel próbálunk foglalkozni, ami érdekli a gyerekeket. A szentmisét celebráló Bábel Balázs kalocsai érsek nem először jár Kulán. Mint mondja, a 150 éves értékeket tovább kell adni az itt élő magyarságnak. Most ez az alkalom egy neves évforduló, a 150 éves népkörnek a jubileuma, ami olyan szempontból nagyon fontos, hogy az megtartja kultúrájában az itteni magyarságot, mindaz az érték, ami itten 150 év alatt fölhalmozódott, az megköveteli tőlünk, illetve az itteniektől, hogy adják tovább. Ezzel a szándékkal és így kérve Isten áldását jöttem ide. Az ünnepségen részt vett Szilágyi Péter, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki kiemelte, példaértékű az a kitartás, amelynek köszönve a kulai népkör másfél évszázadon keresztül fent tudott maradni. Ilyen múltú intézmény, ilyen múltú egyesület kevés van, azt lehet mondani, és ismerve az egyesület történetét, azt mondani, hogy példaértékű ez a 150 év, hiszen nagyon sok nehézségen mentek keresztül, világháborúkon, elcsatolás, egyebek, és még mindig itt vannak, mindig működnek, és ahogy olvastam a történetüket, a 150 év nagyon gazdag volt, úgyhogy legalább még 150 évet kívánunk az egyesület működéséhez. A szentmise után a Városi Galériában egy kézimunka és fotókiállítás keretében bemutatták a hagyományápoló központ munkásságát. Szebbnél szebb fehér és színes hímzésekben gyönyörködhettek a látogatók. Működik ez a kézimunka csoport, és hát nagyon örülünk, hogy ebbe a népkörnek a tagjai lehetünk, büszkén vagyunk a tagjai, és hogy a munkáinkkal is szebbé tehetjük ezt a mai ünnepséget. Hagyományos kézimunkákról van szó, mennyire fontos önöknek a hagyományápolás, a magyar örökség továbbadása? Nagyon fontos számunkra, de sajnos az a problémánk, hogy kevés a fiatal, aki ezt folytathatná. 45 éves a legfiatalabb tagunk, úgyhogy kellene már fiatalítani a csoportunkat. Hány tagja van a csoportjuknak? Jelenleg 20 tagja van a csoportunknak. Hogyan zajlik a munka hetente, vagy hogyan találkoznak, milyen gyakran, illetve milyen versenyekre járnak? Mennyire fontos az, hogy a versenyeken eredményt érjenek el, vagy inkább a részvét? Minden szerdán délután 2-től 5-ig tartunk összejövetelt, beszélgetünk, kézimunkázunk, megbeszéljük a heti munkáinkat, feladatainkat. Részt veszünk a kiállításokon is,
Külön büszkék vagyunk, most idén a harmadikak lettünk a Mirken, a középső csoportban, részt veszünk a Vajdasági Szövetségi Kiállításon, a helyi rendezvényeken is igyekszünk helyt állni. Ennyi. Örülünk, hogy így bírunk dolgozni, még az egészségünk engedi. A fotó is díjkiállítás a népkör múltját és szakcsoportjainak, a néptáncosoknak, a színjátszóknak, a kézműveseknek, valamint a kórusoknak a munkáját mutatja be. '98-tól 2001-ig fölnőtt amatőr színjátszó csoportunk is volt, de hát kevesen voltunk, és utána kezdtünk a gyerekekkel foglalkozni. 2006 óta folyamatosan minden évben egy-egy új előadás elkészül. Na most hát ugye a generációk változnak, mert ugye van, aki most már elkerült, vagy egyetemre elmentek. Most éppen pici gyerekekkel dolgozunk, úgyhogy a tavalyi csoportunk most már középiskolás, és akkor vidéken vannak, nem tudnak állandóan próbára járni. 2006-ban alakítottunk gyermek kézműves csoportot, akkor kezdtünk csuhézni, meg gyékényezni, meg nemezelni. Úgyhogy hát ez a kiállítás jobban ugye a mi újra alakulásunk, vagyis hát ugye a népkör 150 éves, de hát sokáig nem, háború után, a 90-es évekig nem mink használtuk, ugye, és utána visszakaptuk ugye az épületet, most ott dolgozunk, ugye, és azóta egyre több csoportunk van. Az ünnepség a Városi Színházban gazdag művelődési műsorral folytatódott, amelyen a népkör néptánc csoportjai, valamint vendégelőadók is bemutatkoztak. A kulai népkör továbbra is nagyon népszerű a magyar ajkú diákok körében. Csincsák Karina néptáncosként már 10 éve tagja a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központnak. Összhangban vagyunk a csapattársakkal, nagyon jó a hangulat a próbákon is. Szeretünk viccelődni, imádunk táncolni, táborokba is járunk, és nagyon élvezzük, hogy mink ebben csapatban benne vagyunk.
Miért tartjátok fontosnak a hagyományápolást? Hát szerintem itt Kullán ez egy ilyen kisváros, és hát meg kellene tartani, legalább mi népkörben a magyarok, legalább mi tartsuk meg ezt a hagyományt. Népkör a kullai magyarság második otthona, mondta Goga Zsolt, a művelődési központ elnöke. Ez a 150 év, el kell mondani, hogy rohamosan elmúlott. Voltak nehézségek, voltak szép napok, voltak ilyen-olyan napok, de bízunk benne, hogy Kullán, mivel mi szorványban vagyunk magyarok, és mint ahogy látszik, kitartóak vagyunk, tudunk újra felállni a dobogóra, és tudunk újítani a mi népkörünkön. És a népkörünket mindig a második otthonunknak nézzük, és én úgy gondolom, hogy az itteni lakosság, főleg az öme magyarságnak úgy érzi, mint a második otthonát a népkört. Jelenleg hány csoporttal, szekcióval működik a népkör, tehát milyen tevékenységet folytatnak a kultúra területén? Amivel ugye el kell mondani azt, hogy mivel már elhazom többször, hogy a népkörünk az a legöregebb magyar kultúregyesület Vajdaságban. A népkörünk körülbelül a 600 regisztrált tagot számlál, amiből olyan 120 tag, akik rendszeresen és aktívan részt vesznek a népkör munkájában. Különböző szekciók vannak, vannak énekcsoportjaink, tánccsoportjaink, kézműves szakcsoportjaink, mindegy itt látható ebben a galériában, hogy a gyerekekkel van foglalkozva, és az asszonyok és a szakcsoportvezetőknek külön így is meg szeretném köszönni mindent, amit tettek a népkörért, és hogy a népkörünk ma ilyen viszik annak a hírnevét. Tartson meg bennünket, ő újsen, és 10 év múlva. A művelődési központ története lényegében a vajdasági magyar közösség 150 évének története, állapította meg ünnepi beszédében Pásztor István, a VMS elnöke. A kullai népkör feljegyzéseiből kiolvasható mindaz, ami a vajdasági magyarsággal történt. Azt gondolom, hogy a kullai népkör és a kullai magyar közösség az a vajdasági magyar közösségnek az egyik gyöngyszeme. Nem csak azért mondom ezt, mert ma jubilálnak, hanem azért, mert minden egyes akcióban, minden egyes erőfeszítésben, amit közösségként teszünk, a kullaiak mindig oda rakják magukat, és az ő teljesítményük mindig az elsők között van. Függetlenül attól, hogy itt végül is szorványban vagyunk, Kullán az összlakosságot figyelembe véve mindössze csak 15%-nyian vagyunk, de ettől függetlenül ez egy életerős közösség, ez egy kapaszkodó közösség, amelyik minden elismerést és minden támogatást megérdemel. Az ünnepélyes eseményen mások mellett Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Babits János, Magyarország szabadkai főkonzulja, illetve Piricsiné Szabó Judit, a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője is részt vett. A jubiláló népkört a Magyar Miniszterelnökség, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség díjával is jutalmazták. Ha én annak a mélységesen mélypincének a fenekére elé juthatnék, és abból 600 literes hordóból egyet kortyanthatnék, addig innék, még a torkom ki nem ázna, még a szőlőcsuta belőlem ki nem csírázna. A rendezvényen Kulla testvérvárosa, Kalocsa néptánc csoportja is bemutatkozott hagyományos vidám koreográfiájával. Thank you.
Népkör Magyar Művelődési Központ 150. évfordulója ezzel a nappal nem ért véget. A rendezvény folytatásában könyvbemutatókat és kórustalálkozót tartottak. Az erről készített összeállításunkat a pénteki Közelképben láthatják.